Na, csak mindenkinek, én még mindig az ego vagyok, és akkor ez itt egy újabb projekt bemutató, aminek a neve a CSGO Mod. Na most, mi is az a CSGO? Hát, ha nem tudod, akkor nézzél utána Google-be. Na most a CSGO azt tulajdonképpen a Counter-Strike Global Offensive nevű játékot jelenti, és tulajdonképpen a Counter-Strike játék, nem mondanám sorozat, de hát több része van inkább sorozatnak, mondanám, de mindegyiket másik fejlesztő tervezi. Ezen belül a Global Offensive nevű változattal játszottam már én is egy párszor. És hát tulajdonképpen ezt csináltam egy modot. Mert hát Minecraftot mivel nem lehet összemixelni? Hát természetesen mindennel össze lehet mixelni. És hát ezt meg is tettem. És hát született egy-két kurva nagy ökörség, és ezt szerintem most meg is mutatom nektek. Ugyanis, ha betölt a Minecraft, és kicsit kisebbre vesszük a chunk renderelés, akkor szó-szó, fix FPS-re meg tudom nektek mutatni, most miről beszélek éppen. Vágjunk is bele! Na, a legelső dolog, egy gránát. Ez pont ugyanúgy néz ki, mint a rendes CSGO-ban, semmi egyenesítéség nincs benne, annyit tud, hogyha földet basszátok, akkor kurva nagyot robban, és kurva hangos lesz, szóval a hangot valószínűleg lentebb is veszem, mert én megsüketülök, ti meg nem hallottok majd semmit. Tehát ez egy ekkorát robban, és halljátok, hogy... Amiért néha megduplázódik a hang, az pedig azért van, mert laggolok, mint a szent szar, mikor felrobban. Látjátok, milyen effekteket spannol, tehát kurva jó cucc. Ja, a hangokat és a textúrákat természetesen magából a játékból vettem. A következő, ami itt van, a flashbang, na most... Erről azt kell tudni, hogy amikor a CSGO-ban hozzávágsz egy ilyet a másik playerhez, játékoshoz magyarul, vagy ugye a közelébe dobod, akkor tulajdonképpen ugyanaz az effekt történik, mint amit én itt megcsináltam. Természetesen, hogyha nem esik az eső, mert hogy így is lagolok, és nem kell a plusz FPS drop, köszönöm szépen. És tulajdonképpen ennyi, tehát így, hogyha benne vagy egy bizonyos területbe, ami azt hiszem, hogy úgy van, hogy 1, 2, 3, 4... Igen. Itt még működik. Viszont, hogyha kicsivel távol megyek, akkor már nem működik. Tehát egy ilyen 5-6 blokk távolságon belül működik, és tulajdonképpen miközben az ellenség jön feléd, és hozzábaszol egy ilyet, most így kell... Anyád. Tehát így képzeljétek el, hogy így jönnek felétek, és így hozzávágod a flashet, és akkor így nem látsz semmit, és akkor ez a áááá, miért csináltad ezt? És... Hát tulajdonképpen, ja. És ez így faszántosan visszaanimálódik. Na, ez egy dolog. A másik, amit már egyszer mutattam nektek Facebook oldalon, hogy lehet zoomolni. Ami szerintem egy tök faszacucc. Na most, ami a kezemben van, ez egy AVP lenne. Még teljesen nincsen kész, meg nem is 3D-s, tehát egy ilyen tök kis gagyi papír, meg ráadásul lebeg is, mint az állat. Ez majd még lesz kicsit fejleszgetve. Na most... Természetesen, ha a fegyver, akkor lehessen vele lőni, hát még egy kicsit, de tényleg csak egy nagyon kicsit bugos, ugyanis valamelyik nap már működött eléggé normálisan, mondhatjuk normálisnak. Mi a fasz? Jó, Minecraft. Működött elég normálisan, már most nem tudom miért nem működik, szóval ne is kérdezzétek, de valamiért nem működik úgy, ahogy én akarom, úgyhogy ez majd ki lesz javítva. Ja, ez egy dolog, és akkor még van a C4. Hát tulajdonképpen látjátok, milyen textúrája van, YOLO, igen. És tulajdonképpen annyi, hogy ezt így nyomjátok. És leplantol egy igazán bombának nem mondható valamit, de leplantol valamit. Na most ez tulajdonképpen majd maga a bomba lesz, tehát a C4-es bomba meg lesz csinálva rendes textúrával, modellel, mindennel. És be lesz állítva rajta egy időzítő, hogy 30 másodperc után felrobbanjon, mert hogy az eredeti játékban annyi idő kell ahhoz, hogy felrobbanjon a C4, ahhoz, hogy az egyik csapat győzzen, tehát a terroristák. És igen, tehát ez is meg lesz már rendesen csinálva, és akkor ez tök fasza lesz. Most, amit tud, az, hogy néha randomba pont föl is robbant, tehát néha randomba felrobban, és hát tulajdonképpen csinálj egy kisebb fajta robbanás, semmi nagy duranás nincs benne majd.
majd meg lesz csinálva faszántosan ez is. Tehát most igen, tehát ez a mód, ez még eléggé alfa stádiumban van, tehát nem mondanám igazából 1.0-ásnak, mert hogy nagyon nem az. És hát, most mondjam azt, hogy van még mit rajta javítani? Hát van. Szóval igazából most nézem itt, hogy bezárom. És double mondjuk 2. És ezt is szerintem most igazából meg is próbálom, hogy ezt itt kijavítjuk. Azt a rossz fegyvert. Ja, és még miközben tölt a Minecraft, beszélek arról, hogy hát mondanám azt, hogy elkezdték csinálni a Minecraft Forge 1.8-at, és valóban viszont a Minecraft Forge-nak még csak egy részét csinálták meg 1.8-ra, ami még nem teljesen működik. Tehát ebből levonva az egészet, én már elkezdtem átfrissíteni a TeamCraft modot 1.8-ra. Na most, aki nézte a régebbi videóimat, az tudja, hogy a Bucket, meg Mojang, meg minden fasz itt most be van baszva, mint az állat. Szóval nincsen 1.8-as Forge szerver, meg Bucket, Spigotos szerver sincs, tehát minden be van baszva most, na, magyarul. És igazából nincs túl sok értelme még átfrissíteni 1.8-ra, meg nem is bírom, mert nagyon hiányos még, tehát 1.8-ban annyi változás van, hogy kegyetlen, tehát ilyen 1000 hiba volt minimum módba. És hát már neki láttam kivíteni ilyen 500 környékére lementek hibáknak a száma, de nagyon sok, tehát a mod maga még el se indul, blokkok nem, nincsenek benne, tehát nincs benne semmi, de mégis szar az egész, tehát nagyon rossz még, mert nem jó, tehát most igen. Ezt itt próbálgatom itt javítgatni közben. Mi a fasz? Nem így akartam. Igen, nem tudom miért be van bugolva, de nagyon, tehát nem tudom igazából mi lelte, mert hogy ez nem volt ennyire szar. Tehát ez nem így ment. Most azt képzeljétek el, hogy ez nem ment így oldalra, mint az állat. És most igazából nem tudom mi a bánat lelte, de nagyon rossz lett. Tehát igazából nem is értem, hogy mi lelte, mert pár verzióval ezelőtt még fasza volt, és már most össze-vissza megy, tehát nem tudom, mit csináltam én ennek, de borzalmas lett. Ja, meg ilyen egyedi hangok vannak, tehát ha fát lövöd, akkor ilyen hangja van, ha levelet lövöd, ilyen hangja van, akkor igen, annak is ilyen fának. Még üvegnek van hangja, természetesen, mert hát az kiadhatatlan. Tehát ennek egy üvegbetörős hangja van, és ennek is van hangja. Ilyen hangot lehetett hallani. És igen, hát tulajdonképpen ennyi. Hát ezt nem tudom, ezt a töltényt ezt újra kell csinálni, szerintem ez éppen hogy még működőképes, de ez nagyon, tehát azonban nem tudom, hogy mi lehet-e. Tehát látjátok, ez tulajdonképpen rendesen a izé. Get, azt hiszem a get gravity velocity-vel van ennek problémája, mert azt hiszem úgy számolja ki. Return 0. Újraindítom a Minecraftot, mert ez újra kell. Természetesen, mert hát ez Minecraft. És igen, na most ez a project nem tudom mikor lesz kész, mert hogy elkezdtem körülbelül egy fél hónapja, aztán nem foglalkoztam vele szinte egy hetet, és most kezdtem el megint vele foglalkozni, és hát nagyon sok minden került bele azóta, tehát tulajdonképpen a gránát most került bele, a flash, meg a tulajdonképpen a C4, tehát a AVP volt úgy benne, hogy textúra nélkül, az is ilyen yellow textúrával. Mintha működni látszana. Legalábbis jobban, mint idáig. Aha, így már jobban működik.
Kicsit nagyobbra vesszük. És ilyenkor bevagol, de nem tudom miért, tehát... Ilyenkor igazából nem tudom, mit csinál a játék. Igen, tehát ezt azért mondom, hogy ez még nagyon... Ha látjátok, hogy repül, úristen. Tehát ezt azért mondom, hogy ez a mod, ez még nagyon ilyen pöcs fázisban van, úgymond, mert tehát ez még azért van mit javítani rajta. Valószínűleg majd ezt itt újra kell írnom, mert itt történnek olyan dolgok, amik szerintem nem tetszenek neki. Csak az, hogyha nem hívom be a Super on Update-et, mert ez tulajdonképpen ugye a Entity Throwaway-ből lehívja, akkor tulajdonképpen megáll egy helybe. Tehát nem tudom miért, ilyenkor nem frissít. Tehát látjátok, itt van és akkor nem csinál semmi, de hogyha oda teszem a on update-et, akkor rögtön tovább repül. És igazából majd szerintem annyit kell, hogy ezt az Entity Throwable-t ezt itt megfogom. És le fogom kopizni az egészet szó szerint. Beleír az Entity Bullet-be, és szerintem írok egy saját Entity Throwable-szerű file-t. Ezt meg is kísérlem most szerintem, és ezt a régi kódomat ezt természetesen learchiválom. Levisszük így a legaljára a kódnak. És ez egy abstract class. És ezt így most megfogom. Ez természetesen az alapkódban van, tehát ezt nem máshonnan másolom, ez az alapkódban van. Ezt természetesen lehet másolni, mert hogy az alapkód az tulajdonképpen mindenki. Most add, make, define, must define abstract methods. Így. Tulajdonképpen így. És akkor én ezt majd befejezem, hát tulajdonképpen ennyi lett volna, és akkor... Ja, hát lesz még ilyen új projekt, vagy valami, nem tudom, valami esetleg lesz, akkor még természetesen jelentkezem. És akkor mára ennyi, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és akkor, ahogy mondtam, majd még jelentkezem. Na, cső mindenki!